Na, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és írjunk egy következő videóval. Ami most nem más lesz, mint a vizes vödröket, vagy nem tudom, igazából mindenféle vödröket fogunk megnézni a Minecraftban. Na és srácok, ugye hát még mindig nem írtatok új dolgot az előző videó alá, hogy ti mit is szeretnétek, hogy mik is legyenek ugye hát a videó elején. Szóval, még mindig nincsen nagyon semmi változatosság, de mindegy. Na és ilyet akkor srácok, itt tart velünk most itt Kis meg Süti is. És akkor én azt mondom, hogy menjünk is be az első vizes, piros vizes vödörbe, vagy simán vödörbe. Na mindegy, valaki gyors befedett minket, hát én nagyon szeretem, amikor itt próbálnak minket kint tartani, mert általában annak súlyos oka van. Na mindegy, de nem tudom mi ez a jumpos rész, de nagyon furcsa. Végül is, hát át tudunk rajta jutni, ahogy nézem, de nagyon-nagyon irgestő is, jaj ne. Ja, ugye mondta, hogy ez nem barrieres rész lesz. Nagyon kérlek szépen, mondd, hogy hogy nem. Persze, hogy barrieres rész. Megpróbálok így konkrétan én így végigmászkálni, így össze-vissza az összes lehetséges utat. Megpróbálom végigjárni, általában azt szokottam úgy így beválni az ilyen helyeknél, és amúgy tökre jól haladok, ahogy látom, szerintem legalábbis. Aha, mindjárt a végére is érünk, srácok. Megpróbálok így a szélére most. Nem, nem válik be, és ott már villámoznak is. És tovább jutottunk amúgy, de valaki belém villámozott. Megint belém villámozott, 5 HP-n van, hagy békén, kedves idegen. Na, hol tudok kijutni? Hol tudok kijutni? Hol a vége? Erre? Erre léci? Talán nem, nem erre van, jó. Másik irány? Jó, erre itt valami vezet. Nem, nem vezet semmi, jó. Oké. Oké, jó, oké, ez lesz, jó, meg vagyunk. Jó, a barrieres adatot nagyon-nagyon királyú szerintem kibírtuk vinni, és egészen egyszerű volt, de most össze-vissza villámozik minden, na mindegy. Ez annyira nagyon nem volt nehéz, szerencsére, vagy lehet, hogy nehéz volt, csak én vagyok túl király, túl profi már ezekben a pályákban, de aztán ki tudja. Össze-vissza villámozik az egész mapon, srácok, és ott van a vége. Ott van már a vége, már nincsen annyira messze. Szóval az első pálya eléggé könnyűnek mondható. Hát amivel az általában az első pályán kevesebb nyereményt is szoktunk kapni, ezért nem csoda, hogy könnyebb, legalábbis gondolom. De még itt jönnek, ó, még a jumpos részek. Hát annyiba bízok, hogy igen, igen, oké, itt van a ki van? Deadpool. Szia, leütött. Szia Deadpool, hello, nagy rajongód vagyok. Most komolyan le, ne, ez nem pálya, hallod, rak már vissza. Szia, haha, én fogom ki előbb kivinni, haha. De Deadpool, hallod? Ez milyen... Jó van, én felem játszhatjuk így is. Én végigmegyek alul. Hello, hello, várjál, nem, már nincsenek blokkjaim. Elérem, elértem, cső. Hello, hello, mizu van Deadpool? Hát figyelj, hogyha te is salsz én. Ne ütögesd a kutyáimat, hallod? Nagyon erős gyémánt kard van nálam, várjál, mi ez? Mi van ezen? Van ezen élesség? Azt sem látom, hogy... De igen, van élességöd. Deadpool, ha a kutyáim közelébe mész, véged van. Véged van, hogyha őket mered bántani, érted? Nem. Megöllek, Deadpool. Megfoglak ölni. Nem akarlak megölni, Deadpool, figyelj! Istenem, Deadpool. Jó van, nem hagysz más lehetőséget, hát nagyon sajnálom. Gyere, nehogy a kutyáim essenek. Jó. Aha, jó, oké, meghalt. Srácok. Bocsi, tényleg nem akartam, de hát a kutyáim sorsa múlott rajta, én meg a kutyáimat nem bánthatom. De, úristen, megint, ezek megint elfogják, jaj ne, megszületett kis Süti és kis, na mindegy. Jó, hát létát kiütött, ezzel nem nagyon tudtunk volna más csinálni, bocsi srácok, ő kezdte a csalást, így megpróbálok valahogy így jó klikkelni, jó, megvan királyság. Akkor ezek szerint az első mapnak így véget vetettünk, hát sajnálom Deadpool, hogy így kellett, hogy végződjön, de... Nem én akartam ezt, hanem te! Na de! Akkor menjünk be a középsőbe, ahol... Ez mi volt? Ez mi volt? Miért volt kőből? Ez is... Ne! Ne szivass már, halljátok, hogy egymás után kettő ilyen barrieres cucc van. Viszont amúgy én ezeket szeretem. Nagyon sokan utálják, de amúgy... Csak így nem tudom, meglepődtem rajta. Nem azt mondom, hogy utálom. Csak meglepődtem rajta, hogy... Megint itt van ilyen barrieres cucc. De itt igazából csak menni kell, nyomni a W-t, a jobbra-balrát. És meg kell találni, úgymond... Szia! LOL, a képernyőnkre írtok nekünk, hát szia, hello, nem tudom, hogy ki írt, de remélem, hogy nem vagy gonosz, mert amúgy nagyon jó úton járok, hogy végigvigyem a mapot, és amúgy tényleg nagyon jó úton járunk, hogyha már így ezt én így megmondtam, igen, jó, oké.
Mi? Nem, ott elbarjerezett valamit, akkor nem lesz kiút, nem már! Miért kell még jobban? Tudom. Hát ennek nagyon örülök, hogy te is tudod. Tudom, hogy igen, tudom, hogy nem. Mi van? Nem fogod, igen, nem fogom kivinni. Hát te is elbarjerezted ezt a helyet, hallod? Itt volt valahol az út, tudom, láttam, és te elbarjerezted, itt kell kimenni. No, ne, ne, ne már, miért a leggonoszabb izét kapom? Null, ne, null, figyelj, én, ha, nagyon vicces, null, üsd ki azt a barriert, amit leraktál, azonnal, ez súlyos, oké, ezt is, nem csak azra, vagy csak azra. Na, azért mondom, easy, jó van, csak meg kellett kérni, hát srácok, nem kell itt semmit se erőltetni, nem kell itt semmit se túlzásra vinni, meg kell kérni, hogy üss ki, kiütötte, úgy tűnik, hogy ő nem annyira gonosz, vagy nem tudom mi van vele, de hello null, nehéz volt, hát igazából így nem volt nehéz teljesen, mert csak előre kellett mennem, a utakat megkeresnem, és igazából te bezártad, nem, mi az, hogy nem? Nem használok, igen, nem használok táblát. Jó, rendben van, nem használsz táblát, mert igen, az veszélyes, vagy csak igen, az csak civileknek van. Jó, rendben, te meg akkor mi vagy? Legenda, jó, rendben van, legyél legenda, akkor null. Én ezt teljesen elfogadom, hogyha ennek ellenére nekem itt segítőkészeskedsz meg minden, akkor te egy hatalmas nagy legendának tartozol már, vagy számítasz, mert most tessék, itt van a legendás koronád, ezt én oda is adom, vagy égköved. Sok sikert, kedves null, én megyek is a következőbe, és tényleg örültem annak, hogy találkozhattam veled. Szia! Na és srácok, hát akkor ideig nagyon gyorsan haladunk amúgy. Azt el lehet mondani, hogy bezártak minket. Nagyszerű, hát én cseles vagyok, én megkerülöm. De engem ez itt nem izél. Engem ez itt... Most komoly? Nem már. Oké. Hello! Jó, oké, bejutottunk. Na! Azt hittem, hogy ez egy chest van. Na, ez egy chestes feladat. Mi ez? Warp ezt is. Warp azért, mert muszáj. Mi van? Én azt hittem, hogy ez egy ilyen ládás feladat lesz. Emlékeztek, srácok, hogy mi volt régen? Ezekkel a izékkel mindig visszatépéződtem. Hát, jó, én rányomok. Eltépéződtem egy faluba? Hát, srácok, eltépéződtünk egy faluba. Nem tudom, hogy miért... ki ez? Lármás Lincoln, jaj de jó. Na, Lármás Lincoln, ő jó ember. Én úgy tudtam, hogy ő jó ember. Hello Lincoln, szia. Szia Dani, a faluba kell megtalálnod egy kulcsot. Aha, jó. Oké, rendben van Lincoln, elfogadom a kihívást. Annyit segíts már, hogy hallod, egy házba lesz elrejtve. Lincoln, miért tűntél el, hallod? Segíts már annyit, hogy egy házba. Mindegy, akkor nem kérdezem meg. Jó, át kellene kutatni akkor a házakat, gondolom elsősorban. Legalábbis én ezt úgy tartom okos döntésnek, hogyha a házakat kutatnánk át, de annyi ház van, srácok, nagyon sok, meg itt fenn is lehet, jaj, de már. Megpróbálom így az összes házat normálisan átkutatni, és nem hagyni egyetlen egy helyet se, ahol kiadhatok bármit. Megpróbálok felmenni a templomok tetejére is, és innenről is átkutatni így az egészet, hogy mégiscsak nehogy kiadjunk. Ó, aha, ott voltál, Len, hello! Köszi szépen Lincoln, hogy elárultad. Istenem. Jaj, csóró Lincoln, halljátok. Pont rejtett el a kulcsot, erre megtaláltuk. Na, jó, akkor futok vissza a pályára. Nagyszerű srácok, visszatértünk. Jó, találtunk egy kulcsot, és akkor ez lesz az egésznek a vége, vagy warp azért, mert muszáj. Erre is rá kell mennem? Jó, rendben van. Lol, feltépéződtem. Ide fentre srácok, és most így meg kell ugranod, ilyen egyszerű. Jó, rendben van, nem tudom, hogy ennek így mi értelme van, leugrottam, nagyon jó, és most mit kell csinálnom, most akkor folytathatom? Igen, oké, jó, és még kell kulcsokat találnom, vagy mi van? Nem? Jó, rendben van, hát srácok, most miért ütsz vissza engem? Jó, mindegy, megütött, itt egy izé, itt egy fehér gyapjú, na várjatok, én ezt ki fogom ütni. Ide, ez mi? Ide le kéne nekem? Ne, Lincoln, most mi van? Mi van? Mi, leütött minket a lyukba. Most komolyan? Ide beze... Most miért kell lesz játszani? Nem hiszem el, hogy ennyire izé vagy, hallott te is. Jó, oké, kimenekültünk. Na, nagyszerű, mert elvileg amúgy, hogyha nincsen több kulcs ezen a helyen, akkor én kimehetnék, ha. Ne!
Ne, meg kettő, ó Istenem, most meg kell találnom a másik kulcsot is. Jaj, de jó lesz, jaj, de jó lesz. Jó, át kell néznem a sarkokat. Jó, a sarkokban nincsenek. Jó, mi van? Mondj, ne üt, ne, most elkezd engem ütögetni is. Istenem, pedig annyira örültem már neki, hogy végre vége lesz, meg minden. Nem baj, nem baj, nem baj, megbocsátok, minden. Elkezdem a keresést megint előről. Ó, Istenem, soha nem lesz meg, srácok, a kulcs ott volt, jó. Megvan, vég. Nem már, most miért kell engem ütögetned? Lincoln, egy karakter nem szivatott annyira, mint te. Miért pont neked kell? Nem hiszem el. Jó, oké, most bebírok menni, jó, oké, megvan, cső. Ha, ez az. Jó, megvagyunk a cuccokkal, srácok, kiveszük az ópiumokat, ezeket a izéket, amik nem kellenek, azokat visszarakom. Nagyszerű, és srácok, várjatok, a gyémántokat is kivesszük. Nagyon király. Grat, jó voltál, Talia Swamnon, szia, jó. Na srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt tartotok velem ebben a videóban. Hogy tetszett, akkor ugye csapostok egy lájkot, csekkoljatok le a www.mcshop.hu-t, vagy csak simán mcshop.hu-t a Mindside-os termékekért, a www.mindside.hu-t, hogyha akartok velünk találkozni és játszani. A budapesti Play IT-n elvileg ott leszünk, csekkoljatok le a másik csatornámat és a harmadik csatornánkat Bencivel. Én Dani voltam, és még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, ja, és iratkozzatok fel, és nyomjatok meg a csengőt. Sziasztok! Ha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen nézzetek meg a másik csatornámat is, ugye, ami a Dani Game. Itt is ilyet minden nap vannak kontentek, és minden nap izgalmasabbnál izgalmasabb videók. Tegyétek meg azt, hogy feliratkoztok, és megnyomjátok a csengőt a feliratkozás gomb mellett, ha még nem tettétek volna meg. És hát ugye lehetőleg a újabb videókat légy szíves tegyétek meg, ugye, hogy lájkoljátok. És hogyha esetleg tetszik a videó és van valami tanácsotok, amit szívesen adnátok nekem, akkor a komment szekcióban megtettek, hogy odaírjátok a véleményeteket, vagy ugye milyen videót szeretnétek a csatornán. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ebben a kis videóban, és hát sziasztok!